félidő az egy kiegyenlített játék folyt a pályán. Jól kezdtünk. Lehetőségeink igazániból nem nagyon voltak. Szélőbe jövő labdákat a Fradi középső védei nagyon jó hatást tanították. Majd a Fradi egy semmiből jött góllal vezetést tudott szerezni. Volt több lehetőségünk, de sajnos azok kimaradtak. Majd egy jobb oldali beadásból tudtunk szépíteni. Éreztek a remények, de a végén a kapusunk megsérült, cserélni kellett, illetve a Fradi a hibáinkat könnyűtlenül ki tudta használni. A Fradi ellen mindig presztízs mérkőzésen, akármilyen szinten, a serdődőtől kezdve az öreg hívjuk. Úgyhogy a Fradi is presztízs csinált belőle, nagyon jól összeálltak, nagyon jól megszervezték a védelmet, láthatóan, hogy ők is komolyan veszik a mérkőzést.